Az Erasmus Plus 2014-es indulásakor közel 6 millió fiatal volt munkanélkül az Európai Unióban. Arányuk több országban meghaladta az 50%-ot, ugyanakkor több mint 2 millió állás volt betöltetlenül az Unióban. Mindez jelentős európai hiányt jelzett. Ezért az Erasmus Plus most is úgy próbálja orvosolni a problémát, hogy külföldi tanulási, képzési és tapasztalatszerzési lehetőséget biztosít a résztvevőknek. Az Erasmus Plus forrásaiból több mint 4 millió euró, azaz 1,2 milliárd forint áll idén rendelkezésre. Erre a forrásra lehet pályázni, és ez a forrás biztosítja azt, hogy a fiatalok, illetve az ifjúsággal foglalkozó szakemberek és az ifjúsági szervezetek nemzetközi tapasztalatokat is tudnak szerezni. Egy uniós regionális hatásvizsgálat megerősítette, hogy a különböző diákcsereprogramban vagy mobilitási programban való részvétel jelentősen megnöveli a fiatalok esélyét a magas szintű vezetői pozíciók elnyerésére, ami különösen igaz a dél- és kelet-európai fiatalok esetében. Nagyon fontos, hogy kitértünk a fiatalok alatt, hiszen itt különböző életkori korhatárokat szoktunk nevesíteni. A legfontosabb korhatár, hogy 13 és 30 éves kor közötti fiatalok vehetnek részt az Erasmus Plus ifjúsági projektjeiben. Ezek közül kivétel az Európai Önkéntes Szolgálat, ahol pedig 17 év feletti fiatalokat várunk, hiszen ott fontos, hogy a nagykorúság korhatárt már elérjék, vagy pedig legalábbis nagyon megközelítsék a fiatalok. Ezeken a felvételeken a szicíliai Pablo és a spanyol Albert látható. Ők az elmúlt hónapokban a Nyíregyházi Mustárház ifjúsági központban önkénteskedtek az Erasmus Plus-os európai önkéntes szolgálaton belül. Egy évvel ezelőtt érkeztem Nyíregyházára, és nagyon élveztem azt, hogy együtt dolgozhattam itt egy rádióban más országokból érkező kollégáimmal. Nagyon sokat tanultam, szerettem a nemzetközi környezetet, és azt, hogy megismerhettem a magyar kultúrát, szerintem nagyon szép. A Mustárház már 2007 óta foglalkozik az Erasmus Plus-szal, illetve annak elődjével, a Fiatalok Lendületben programmal. Az Erasmus Plus, mint sok más uniós program, anyagilag szinte mindent biztosít a résztvevő fiataloknak, ezért is kedvelt a vállalkozó kedvűek körében. Azért is jó lehetőség, mert ugye finanszírozza a fiataloknak a szállás, étkezését, havi zseppénzt, ellátási pénzt kapnak, az utazásukat, esetleges vízum költségeket. Szóval lényegében le van fedve anyagileg ez a program számukra is, és hát nagyon jó tapasztalatszerzés. Az Erasmus Plus programra évente háromszor lehet pályázni, az idei első határidő február 2-án jár le, a másik két időpont április 26-a és október 4-e lesz.